rendelkezése az egy fontos pillanat, stb. Tehát arról, igen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, nagy tisztettel köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit. Azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy kicsit elmélyüljünk ebben az időszakban, hiszen az elmúlt esztendő is olyan volt számunkra, hogy a háborús világ, az infláció előtte pedig a koronavírus járvány mind-mind óriási kihívást rejtett, és ezzel így voltak az egyházak is, illetve az egyház munkatársai, vendégem Kovács Dániel baptista lelki pásztor, tisztelettel köszöntöm. Talán soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy vigaszt és jövőképet mutassanak, hiszen az imént felsoroltak tükrében rendkívül nehéz építkezni, a lelket építeni, vagy legalábbis megtartani mindazt a jót, amit kapunk önöktől, a közösségektől. Mielőtt azonban erről beszélnénk, nagyon fontos az ön megérkezése. Ilyen értelemben nagyon fontos, hogy a baptista gyülekezet gazdagodott az ön szerepvállalásával, megérkezésével. Ha így tekintünk rá, akkor egy kicsit essék szó az indítatásáról, hogy megismerjük kicsit jobban. Hogy választja hivatást egy fiatal, és miért ezt a baptista elvet képviseli hittel? Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok én is. Régóta járok gyülekezetbe szüleim révén, de tinédzser korom végén egy személyes döntést hoztam, hogy én is tudatosan felvállalom a Krisztus követését, és én minden akartam lenni, csak lelkipásztor, nem? Ez egy isteni hívás volt, és egy hosszú folyamat, egy 3 éves folyamatnak a lezárása volt, hogy a polgári állásomat feladva visszaültem az iskolapadba, elvégeztem a teológiai főiskolát, és utána Eger és körzetébe kezdtem meg a lelkészi szolgálatot. Majd 8 évvel ezelőtt kerültem Székesfehérvárra, de főleg itt a Fehérvár környékén levő baptista szeretetszolgálat által fenntartott iskolákban dolgoztam, meg dolgozom, mint iskolalelkész. És én azt gondolom, hogy az Istennek van szava ma is az emberhez, és ahogy említette, akár a háborút, az azt megelőző pandémiát, vagy mondhatnánk személyes kríziseket is, ahol elakadásaink vannak, kérdéseink vannak, keressük a természet felettét, keressük az Isten válaszát azokra a személyes vagy globális kérdésekre. És ezt az üzenetet kívánom én tolmácsolni, akár a tévén keresztül, az osztálytermekben, vagy a gyülekezetben. Ez egyfajta építkezés, hiszen a szeretetről, a közösséghez való tartozás fontosságáról ugyanúgy szó esik nyilvánvaló, mint az Isten hitről, hiszen ezek szervesen összekapcsolódnak. Amikor ugye a fiatalokat említette, és azt hiszem, hogy rendkívül felelősség az önöké ilyen értelemben is, hiszen itt nem csak, ahogy mondtam, nem csak az Isten hitről van szó, hanem egy közösségi élményt nyújt a hit önmagában, és ezt megtartani, ez az önök feladata. Igen, a terjesztése mindenképpen, de a hit az egy önkéntes vállalás, egy személyes döntésnek kell a része legyen, és mi nem tehetünk más, csak meghirdetjük azt, amit láttunk, átéltünk, hallottunk, amit az Isten bennünk, rajtunk keresztül elvégzett, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ifjúság is, a gyerekek is keresik az élet értelmét, és nagyon sok választ kapnak ezekre a kérdésekre. Mi szeretnénk azt a választ felkínálni számukra, ami a Biblia szerint, vagy az én hitem és meggyőződésem szerint az igazi megoldás. És ebben persze sok konfliktus van, sok kihívás van, mert megvannak már a saját véleményük, megvan a saját gondolatuk. Az internet korában elég hamar, de fiatalon olyan információkhoz jutnak a mai gyerekek, ha lehet ilyet mondani, ami az én koromban mondjuk így 20 évesen jött el. És azért a kihívás az, hogy tapasztalat nélkül, vagy élet, tehát egy széles látás nélkül jutnak információkhoz, a bölcsesség hiánya
megjelenhet, és sok olyan butaságot is képviselnek, vagy kiállnak mellette, amit az élet majd másképp fog igazolni. De nagy türelemmel és szeretettel igyekszünk őket terelni, hogy nem csak a tudás, hanem az élettapasztalat is fontos. Építkezni kell, ugyebár? Így van. Mi a 21. századi identitás eredője a fiatalok számára ma, amit mentén el lehet kezdeni, hiszen ez egy folyamatos építkezés. Tehát nem egyik pillanatról a másikra megy semmiképpen. Mikor kell kezdeni? Ugye említette, hogy iskolában is hitet oktat. Hol kell kezdeni? Az egyszerűtől, vagy az emelkedett hangvétel mentén lehet egyre-egyre feljebb jutni? Minél hamarabb, annál egyszerűbb az építkezés. Tehát akár az óvodásokkal is lehet erről beszélgetni, egy óvodás szintjén. Minél többet élünk, és minél több konfliktusba keveredik maga az ember, vagy minél több krízisbe kerül bele az ember, annál nehezebb talán a váltás. És hogyha valakit megelőznek ezek az információk, az Isten üzenete, akkor lehet, hogy elkerül olyan kríziseket, amit ő maga okoz a saját életében, vagy jól jön ki egy-egy krízisből. Ugye a krízisnek két kimenetele van, vagy jobban elromlik az ember élete, vagy egy sikerrel, egy győzelemmel kiszáll belőle. És azt gondolom, hogy akik beleesnek olyan életvitelbe, ami káros, ami tönkreteszi az egészséget, vagy a kapcsolataikat nem jól tudják megélni, és emiatt kerülnek válságba, ebből nehezebb felállni, de pont azok az emberek keresik a megoldást, akik valahol elbuktak, valahol megsérültek. És mind a két csoport fontos, mind a két csoportban van nyitottság. Talán a tapasztaltabb réteg, aki éhesebb az igazságra, de aki fiatalként, gyerekként találkozik az Isten igazságával, mire oda kerül, hogy ő hoz döntéseket a személyes életében, lesz az a muníció, az a tartalék, ami alapján ő helyesen tud dönteni. Mi azt szoktuk mondani, hogy senkit nem szeretnénk baptistának megtéríteni, hanem hirdetjük az evangéliumot, az Isten üzenetét, és mindenki találkozzon az Istennel. És hogyha ha ezt egy más közösségbe teszi, akkor mi ennek is örülünk. A motivációnk az, hogy az Istennel legyenek kapcsolatban az emberek. Azt kimondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb eredője, mármint a hit legfontosabb eredője a család. Soha nem volt nagyobb szükség a családok összetartására, és az, hogy gondoskodó szeretettel építsük fel a mindennapjainkat. Nagy szükség van a családra, hisz Isten így találta ki, hogy egy családba megérkezik egy gyermek, vagy akár több, és édesapától, édesanyától tanulnak mindenfélét, látnak modelleket, mintákat, és amikor ők lesznek felnőttek, ezt helyesen alkalmazzák. Talán ostrom alatt vannak ma a családok, annyi minden terheli az embereket, annyi időrabló jelenkezik a figyelmünkért, hogy észnél kell lenni, hogy a család az megmaradjon. Ilyen értelemben az eszköz maga a hit is lehet nyilvánvaló, és ebben az értelemben rendkívül felelősség az önöké. Milyen tapasztalatai vannak a mostani tinédzserek kapcsán, mennyire kerülnek közel a megváltóhoz? És itt most tekintsünk el az adventi időszaktól, mert az óhatatlan is közelebb hozza az ember fiát, de azért mondjuk beszéljünk a szürke hétköznapokról. Azt gondolom, egy hittanórán, vagy egy lelki beszélgetésben, egy lelki gyakorlaton, attól függ, hogy ki milyen szinten kapcsolódik az egyházhoz. Én azt látom, hogy mindenki, aki most diák, tehát alsó és felsős, tehát általános iskolás, kapcsolatba kerül az Istennel. De ahogy ezelőbb is mondtam, a személyes döntés az náluk van, és hiszünk abban, hogy nem az egyházi tagság, vagy nem egy közösséghez való tartozás, hanem az Istenbe vetett hit, vagy ahogy mondta, a család, vagy a szűk baráti kör lehet egy olyan megtartó erő, ami bátorítja a fiatalt, hogy a jóba bízzál, az Istenbe bízzál, azokat az értékeket kövesd, amit tanultál, vagy amit láttál az életünkben jól működni. Ezért fontos az, hogy a családon túl az oktatásban a tanárok, vagy az idősebb gyerekek is jó példával legyenek a fiatalabbak előtt.
a nehézségek, illetve a problémák megoldásában sokat segíthet a hit. Viszont mi mindent kell tenni a hétköznapokon az ember fiának, főleg ha fiatal, hogy az ünnepei azok valódi ünnepek lehessenek. Itt most a hitbéli kérdésekről kérdezem ezt inkább. Ez egy jó kérdés, mert sok olyan kiüresedett ünnepet, vagy ünneplési formát látok a fiatalokban, hogy annyi minden, annyi színes, hangos és vibrálással teli dologgal találkoznak évközben, hogy ezek a szürke hétköznapok talán nem is szürkék, vagy nem is hétköznapok. És így az ünnepnek a jelentősége az nem az, hogy akkor végre lecsendesedünk, és megnyugszunk, és valamire figyelünk, adventre, karácsonyra, húsvétra, hanem esetleg úgy élik meg, hogy azok a szolgáltatások, amiket ők elérnek a hétköznapokban, azok most szünetelnek, vagy ugyanúgy lógnak az interneten, és nézik a filmeket, vagy a videó megosztókat, vagy éppen töltik fel a tartalmakat a közösségi médiára. Nehéz őket arra tanítani, vagy arra irányítani, hogy van helye az ünneplésnek, van helye a pihenésnek, hogy most megállunk, és figyelünk, vagy emlékezünk valamire. Ennek tükrében egy rendkívül érdekes mondatot olvastam. Ugye ebben az esztendőben volt a Valódi Szépség Női Nap, ugye az önök gyülekezete rendezte, és ott azt írják, hogy a valódi szépség egy tiszta szépség, ami tiszta motivációból fakad. És most nem a női szépségre gondolok, hanem arra a szépségre, ami a mindennapokat és az ünnepeket is jellemezheti, ha valaki hittel él, ha megteszi a dolgát, ha bátran a szomszédja, társa szemébe tud nézni. Ebben mennyit segítenek önök? Fordulnak-e kérdésekkel a fiatalok önökhöz? Illetve, és akkor ne hagyjuk csak a fiatalokat, hanem általában a hittel élők. Természetesen igyekszünk olyan tematikus programokat készíteni, vagy szolgáltatni a közösségnek, vagy azon kívül levő embereknek, ami ezeket a gyakorlati kérdéseket vagy problémákat kívánja megoldani, vagy ezekre keresi a választ. Sok olyan új terület van, amit eddig nem tapasztaltunk, és jó, hogyha közösen találunk ezekre megoldást. Úgyhogy az istentiszteleteken túl sok ilyen tematikus program volt már, és tervezzük, hogy lesznek még ilyen programok, mert ezek valódi kérdések, és azt gondolom, hogy ha ezekre találunk olyan gyakorlati válaszokat, akkor elérünk új embereket a hit dolgaiban is, vagy éppen megerősödünk a hit dolgában, hogy Istennek ma is van üzenete a modern kérdésekre. Valószínűleg nem azokkal a szavakkal, ahogy a Szentírás leírja, de a Szentlélek értelmezésével, vagy olyan minták követésével, amit látunk a Bibliában, egy jó megértésre tudunk jutni. Hogy áll most a baptista egyház itt Székesfehérváron? Tudjuk, hogy jelentős szereppel bír, de az identitás eredője azért bizonyos értelemben a hívők száma is. Igen. Közel 200 tagú gyülekezetünk van. Ez azért fontos, mert komolyan veszük a tagságot. Tehát a felnőtt bemerítést gyakoroljuk, és az lehet tagja a közösségnek, aki hitvalló keresztény. De ez a 200 tagsághoz tartozik egy 100-150 fős holdudvar, a gyermekek, a fiatalok, vagy azok az érdeklődők, akik még nem tagjai a közösségnek, és hiszük azt, hogy ez a 200-300 fős közösség egy elég összetartó közösség, ezt tapasztaltuk a Covid idején is, és tapasztaljuk akkor is, amikor különböző felhívásokat intézünk a gyülekezetbe, hogy van, akár a háborúra gyűjtöttünk és adományokat vittünk, vagy éppen befogadtunk mi menekült embereket, van, aki a családjába, de a közösségi házunkba is fogadtunk be. Tehát azt látjuk, hogy van helye és jövője Fehérvárnak a közösségnek. Szeretnénk egy olyan helyszín lenni, ahol akár az offline térben, tehát személyesen tudunk szeretett közösséget gyakorolni, de a Covid alatt nagyon sokat fejlődtünk az online térbe is, és vannak emberek, akik így értek el bennünket, hogy látták az Isten tiszteletek közvetítését. Sokan keresnek meg bennünket interneten,
van egy chat felületünk, ahol be lehet írni a Facebookon, és rengeteg kérdés érkezik, rengeteg megkeresés érkezik, igyekszünk ezeknek eleget tenni. Igen, tehát a Covidról beszéltünk, akkor essék szó, hiszen Szőrmentén már egy gondolatsorban megidézte a háborús helyzetet. A háborús helyzet hozta a gazdasági válságot, illetve az inflációt. Ezt nyilván a hiterejével ezzel nem lehet tenni. De azért sokat segít, ha egy olyan társra lelnek az emberek, akik hitben élnek, akik próbálják elmagyarázni, és próbálják azt mondani, hogy egy kicsit lépjünk túl rajta. Bár ez nehéz a mindennapokban. Ezt hogy próbálják, vagy tesznek ezért, hogy ezt megoldják? Nem lehet ezeket figyelmen kívül hagyni. Tehát ezekről kell beszélni, és vannak igeversek, amik ezekre a dolgokra utalnak. Nem konkrétan ezekre a járványokra vagy háborúra, hanem magára a jelenségre. És ebben van egy jó hír is, amikor ezeket a járványokat, természeti katasztrófákat, háborúkat látjuk, akkor tudjuk, hogy egyre közelebb van Jézusnak a visszajövetele. Ez egyfajta öröm, mint hívő ember. De ez nem jelenti azt, hogy azokat a anyagi vagy erkölcsi nehézségeket nem kellene leküzdeni. Készült egy felmérés a gyülekezeti tagságon belül, hogy ki az, akinek van nehézsége, anyagi nehézsége. Igyekszünk őket segíteni és támogatni, akiknek erre szüksége van. Hál' Istennek azt látjuk, hogy a gyülekezetünkhöz tartozó embereknek van munkája, és megélnek a fizetésükből, de szeretnénk azokra is odafigyelni, akik bár nem tagja a közösségnek, de a barátaink, az ismerőseink, hogy feléjük segítsünk. Így megyünk el az árvaházba, például az árvákat meglátogatni, nem csak adománnyal, hanem egy közösségi programmal, vagy a hajléktalanok felé van egy ilyen szolgálatunk, és keressük azokat a megoldásokat, amiket mi tudunk ebben a helyzetben tenni. Igen, hát a hétköznapok határozzák meg az ünnepeket, ez nem vitás. Itt van önnél a Szentírás, nyilván egy rövid gondolatsorral szeretné nekünk az advent időszakát, illetve mindazt a nehéz időszakot feloldani. Mit hozott? Egy jól ismert igét hoztam, János evangéliumának az első 5 versét hadd olvassam fel. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. János olyan furcsán írja le a karácsonyi üzenetét, nem konkrétan a megtörtént eseményekre koncentrál, hanem sokkal később, egy 60 évvel később fogalmazza meg, ami történt, és inkább egy lelki, egy szellemi tartalmat ragad meg. Az Isten, aki szellemi lény, eljött ebbe az anyagi, fizikai világba, testé lett a számunkra, és minden olyan nehézségen, tapasztalaton átment, amiben mi is benne vagyunk. Így van fogalma arról, hogy milyen éhesnek lenni, milyen fáradtnak lenni, milyen az, amikor bennünket valaki bánt, megzsarol, vagy üldöz. Tehát átéli azokat az emberi nyomorúságokat, vagy éppen örömöket, hisz tanultunk róla, hogy esküvőkön járt, vagy baráti körökben megfordult. Tehát az életnek a jó oldalát is meg tudta tapasztalni. És ebből kifolyólag látjuk azt, hogy az Istenhez való bizalmunk azért is közeli, mert nem egy távoli, egy mennyben lakó Istenhez imádkozunk, hanem egy olyan Istenhez, aki egy volt közülünk, közöttünk lakott. Azt olvastuk róla, hogy ő volt a világosság, de az emberek nem fogadták be. A János olyan szépen leírja, hogy a sötétség nem fogadta be. Viszont a sötétségben ragyog a világosság. Ma is azt gondolom, hogy sok olyan helyzet van, amit hívhatunk sötétségnek, akár a járványidőszaka, vagy a háború, vagy azok a anyagi nehézségek, amikben benne vagyunk, vagy éppen az a sok szeretetlenség, amit megélünk akár a személyes kapcsolatainkban, mert ilyen környezet vesz bennünket körül. De ha Istenre nézünk,
vagy azokra az emberekre, akik képviselik az Istent, akkor találhatunk világosságot. És a világosság nem más, mint az Úr Jézus, aki elvezet minket az Atya Istenhez. Én azt kívánom önnek is, magamnak is, a kedves tévénézőknek, hogy lássuk meg az Isten világosságát, és ne a sötétségre nézzünk, ami félelmet kelt, vagy rettegésben tart, hanem a sötétségben lássuk a világosságot, aki nekünk utat és célt mutat. Egy igével hadd zárjam, Zsoltáros így fogalmazza meg, hogy a te igéd a lábam előtt egy mécses. Nem reflektor, ami több száz méterre elvilágít, bár szeretünk messzire látni, mit hoz a háború után időszak, mit hoz a Covid után időszak. Sok ilyen kérdés van, amire keresik politológusok, közgazdászok, társadalomtudósok a választ. Sok mindent mondanak, nem úgy fognak történni a dolgok. Van erre tapasztalatunk. De ha a Bibliát olvassuk, az Isten világosságát tartjuk magunk előtt, nem biztos, hogy kapunk több évre előre megírt válaszokat, vagy jövendőléseket. De hogy nekem ma mit kell tenni, holnap mit kell tenni, amit egy mécsessel be lehet világítani, az a néhány méter az elegendő arra, hogy ne essek bele a szakadékba, ne lépjek bele egy csapdába, vagy ha valami veszélyforrás leselkedik rám, azt ki tudjam kerülni. Én hiszem azt, hogy a Szentírás ma is napról napra vezet és bátorít bennünket. Köszönöm önnek, hogy megtisztelt bennünket. És kedves nézőink, akkor kérem, mi együtt fogadjuk el ezeket az intelmeket, és tegyünk érte 2023-ban is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.